Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Egy általános jóslás. Először megtekintjük a pénteki napot. Mi áll a középpontban pénteken, azt mutatja ez a park. Ez a felső kártya, és utal nyilvánosságra. Mi szeretnénk kimozdulni, de az egerek, azt úgy mondjuk itt a kártyavetésnél, megeszik ezt, és akkor nincs ez ott. Tehát itt jelenti ezeket a korlátozásokat. A fa utal egészségügyi témákra, szerintem ez a kép, jelenti ezt a koronavírust, azt is, hogy nem tudunk úgy közlekedni, vagy nincs meg ez a nyilvánosság, mint korábban. A fa jelent még valamit, amikor mi úgy érezzük, hogy valahol legyökeresztük. Az lehet, hogy most sokan befele fordulnak, és felteszik a kérdést, hol a helyem az életben. És most megtekintjük a szombati napot. A felső kép, ez a szív, mutatja a fő témát a szombati napon. Természetesen utal ez egy szerelmi témára, de azt is jelenti, hogy mit kedvelünk. A második képen, a szív alatt látható ez a horgony. Ez utalhat a párkapcsolatra, ahol úgy érezzük, hogy lehorgonyoztunk, legyökeresztünk egy stabil szerelmi kapcsolatra, de ez a horgony jelenti a munkát is. És a szív azt jelenti, hogy ezt kedveljük, ezt a tevékenységet. A harmadik kép, ez a könyv utalhat képzésre, egy új kezdetre, ami a munkát illeti. Ha párkapcsolatról van szó, ez a könyv azt jelenti, hogy ő vagy ti zárkózottak vagytok. És most megtekintjük azt, hogy mi történik a vasárnapi napon. Nekem nagyon tetszik ez a kombináció, mert nem csak mi hölgyek állunk a középpontban, hanem ez a férfi szintén szerepet játszik ezen a napon, és a hold utal az érzelmekre, a vágyakra, a reményekre, az álmokra. Itt vannak mély érzelmek, egy lelki kapcsolat, telepátia is lehetséges, vagy hogy ti álmodtok róla, vagy ő álmodik rólatok. És ez volt a hétvégi jóslásom. Természetesen kérhettek tőlem személyes jóslást, a díjam 3500 forint, ha asztrológiával kiegészítem, akkor 8500 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!